A művészeti képzések által a gyermekek a közoktatáson felül valami pluszt visznek haza magukkal. Többek között ezért ajánlja Kurina Laura, a Wesley de Capo alapfokú művészeti iskola vezetője a különböző képzéseiket. Az iskolánk 20 éves múltra tekint vissza, és tanszakaink folyamatosan bővültek. Zeneművészeti ággal indítottunk, és táncművészettel, és az évek során bekapcsolódott még a színjáték és a grafika és festészet. Tulajdonképpen azt mondanám most így a közel és a távoli múltat tekintve, hogy boldoggá tesz minket az, amikor látjuk, hogy gyerekeink nem csak, tehát az is nagyon jó, hogy részt vesznek az oktatásban természetesen, de amikor azt látjuk, hogy azért ez megváltoztatja a gondolkodásukat, illetve még az is előfordul most már elég sűrűn, hogy pályának választják a művészetet, azért az nagyon jó érzés. Azt mindig elmondom, hogy azért a művészet oktatás, és teljesen mindegy, hogy melyik ágában vesz részt a gyerek, mindenképpen ugye egy kicsit többet kap, mint hogyha csak a közoktatásban vesz részt. És ez érezhető a tanulási képességek fejlesztésében, a kreativitásban, az együttműködésben, csoportos tanszakoknál, hogy mennyire tudjuk tolerálni a másikat, mennyire tudunk együttműködni, aztán tudunk-e dönteni. Ezek mind nagyon fontos dolgok a mai világban, illetve hát gondolom ez mindig is az volt, de ebben nagyon nagy segítséget nyújt ez az oktatás tulajdonképpen. És bízunk benne, hogy azért örülnek a gyerekek is, szülők is, mi is, mint pedagógusok, hogy meg tudjuk mutatni ezeket az eredményeinket, hogy érzik ezeket az eredményeket a továbbtanulásukban, maguk az egyéniségük fejlődésében a gyerekek. Hát ugye most kezdődik lassan ismét az év, gondolom kipihenték magukat, vagy ha nem is annyira, valamennyit azért csak pihentek a gyerekek és szülők is, a pedagógusok is. És már igazából elég intenzíven kezdődik még az év eleje is, mert meghívást kaptunk az augusztális fellépésre is. Hát ide tényleg nehéz azért összeszedni a gyerekeinket, mert még azért nagyon sokan nyaralnak. Utána rögtön kezdődik a Béke város részben egy városrészi nappal a fellépéseink, amikor tulajdonképpen ott már nem csak a táncosaink, itt az augusztálison táncos csoportok fognak föllépni, modern és társas táncosaink. A városrészi napon már ott már a zenészeket is próbáljuk aktivizálni. A megnyitón a tanárok fognak muzsikálni, hogy mi is részt vegyünk aktívan a rendezvényen, és utána délután pedig a zenészeink és a táncosaink fognak szerepelni a színpadon, és lesz egy meglepetés produkció a végén, amit közösen a szervezőkkel találtunk ki. És utána pedig nem sokkal, rá egy hétre már jön a nagy hangszer és sportág választó, illetve a nagy sportág és hangszer választó, és ott is részt veszünk a táncosainkkal, a zenészeinkkel egyaránt. Érdekes módon most a festészet tanszakunkra mondanám azt, hogy népszerűbb talán. Tulajdonképpen erről a Képzőművészeti Egyetemmel kötött velünk egy megállapodást, mert a művészeti egyetemeknek most egy projektjük, egy hat nagy projektjük van, amiben az alapfokú művészeti iskoláknak segítenek. Illetve hát nem csak az alapfokú művészeti iskoláknak, hanem az általános iskoláknak is, és egy tehetséggondozó pályázat ez tulajdonképpen, és hát sok ezer iskolából válogattak különböző tanszakokra. És minket a Képzőművészeti Egyetem választott ki, már a tanáraink részt is vettek már egy-két továbbképzésen, és ez azt jelenti, hogy a gyerekeinknek is lehetőség nyílik egyrészt látogatni az egyetemi munkát, akkor onnan jönnek előadók, és itt segítik a mi munkánkat, és helyi szinten, tehát a körülményekhez, az adottságokhoz mérten próbálnak nekünk segíteni, akár eszközökkel is. Ez mindenképpen segíti a mi munkánkat nyilvánvalóan. De ez annyira változó, mert tényleg valóban mindig az utolsó pillanatban még eszébe jut mindenkinek, hogy akkor mire is iratkozunk be. A modern táncunk is, a társas táncunk is népszerű tulajdonképpen. A zeneművészeti ágon ott azért vannak specifikus hangszerek, ami ugye mindig azt mondjuk, hogy hát a zongora, meg a hegedű, meg a gitár az a legnépszerűbb. De én most ilyen nagyon nagy elhatározásban vagyok, mert tehát valószínű, hogy haza beszélek, mert én csellista vagyok egyébként, és
valahogy ezt még nagyon szeretném népszerűsíteni, majd még kitaláljuk, hogy hogy lehetne az, hogy konkrétan azért próbáljunk meg mégis meg a többi hangszerrel is, mert azért csodálatos hangszertár van, úgyhogy ez majd, ha lehetőség nyílik rá, akkor majd ebben is szeretném a nyilvánosság erejét is majd használni. Az intézménybe beiratkozni a nagy sportág és hangszerválasztó után még egy hétig lehetséges, így aki még nem tudja pontosan, milyen terület érdekli igazán, neki a rendezvényen is lehetősége van kipróbálni magát. Iratkozz fel YouTube csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb anyagainkról!